Megtelt a Szent István Művelődési Ház díszterme a Szigorúan ellenőrzött életek című film Fehérvári ős bemutatóján. Az alkotók a kommunizmus áldozataira szerettek volna emlékezni. A film kortanúk vallomásain és a Securitate dokumentumaim keresztül megrendítő képet nyújt a múlt szenvedéseiről. Olyan emberi sorsokat sikerült ebben a filmben feltárni, amik mai napig egyrészt példaértékűek, tehát a hitnek, a helytállásnak egy olyan bizonyítékai, ami valószínű, hogy sokaknak erőt ad, ugyanakkor egy történelmi látlelet. A II. Világháború után új történelmi korszak kezdődik Románia. A film egyedülállóan mutatja be a kommunista rezsim korszakát, műfaját tekintve ugyan dokumentumfilm, de játékfilmes elemeket is tartalmaz. Mint a film másik alkotója, Kabai Barna mondja, további különlegessége alkotásuknak, hogy az emberek félelmét eddig soha nem látott dokumentumokon, képeken keresztül tudták bemutatni. A legfontosabb az, hogy több mint 2 évig kutattunk a bukaresti archívumokba, és egy történész csoport dolgozott Erdélyben és egy másik Magyarországon is, hogy összegyűjtse azokat, amik soha nem látott dokumentumokat és új információkat. Az ős bemutató részt vett a film egyik szereplője és inspirálója, Tőkés László püspök is, aki 89-ben személyesen is megtapasztalta a kommunista rezsim elnyomó hatalmát. A kommunizmus áldozatainak emléknapja előtt állva Márton Áron gyulafehérvári katolikus püspöknek ajánlotta a bemutatót. Engedjék meg, hogy ezt a rendezvényt, ajánljam Márton Áron püspök atya és boldog emlékezetű Márton Áron püspök, erdélyi püspök emlékének. A film bemutatóval párhuzamosan egy kiállítás is nyílt a Művelődési Házban. A dokumentumokból, fotókból, fotomásolatokból és iratokból álló tárlat tükrözi a kommunista rezsim elnyomó hatalmát. A kiállítás bemutatja a Magyarországon történt szörnyű dolgokat 1919-től 2006-ig több korszakokra bontva. A kiállítás március 1-jéig tekinthető meg, a Szigorúan ellenőrzött életek című filmet pedig március 4-én mindenki láthatja a Duna TV-ben.